Milyen apró pókért kezdtél New Yorkba? Az egyik barátnőmnek nagyon régi vágya volt látni New Yorkot, és igazából ez december 2. hetébe dőlt el, hogy akkor ő jön neki New Yorkba, és hát ugye felvetődött az a kérdés, hogy mi lenne, hogyha együtt jönnénk. Akkor ezt otthon megmondtam a családnak, illetve a férjemnek, és akkor mondta, hogy persze menjek nyugodtan, mert ennyi kikapcsolódás rám is rám fér. Tartottál egy nagyszerű, végül is közönség találkozót. Milyen benyomásaid voltak, hogy itt a tengeren túlon gyakorlatilag távol Magyarországtól egy ilyen előadáson kell részt venned? Annak ellenére, hogy nem igazán szeretem az ilyen közönség találkozókat vagy összejöveteleket, de annak idején is nagyon sokat jelentett, amikor a határon túli magyarok írtak nekem, megköszönték azt a sok örömet, amit okoztam nekik. Úgy gondoltam, hogy ennyivel tartozom. Ha már a magyarságot említett, mit jelent számodra az, hogy magyar csupa nagybetűvel? Hát mivel oda születtem, magyarnak születtem, ezért úgy gondolom, hogy én mindig is az maradok, és én mondjuk nem tudom, hogy később mi lesz, vagy hogy alakul az életem, de én mindig úgy voltam vele, hogy én nem tudnék máshol élni. Tehát jó elmenni, megnézni különböző városokat, különböző helyeket, de azért otthon a legjobb. Annak idején nem próbáltak téged csábítani, hiszen nagyon sok sporton előfordul, hogy mondjuk egy Egyesült Államok vagy más nemzet ugye végülis leigazolja magyarán. Neked nem volt soha ilyen az életedben? Nem. Tehát ilyen nem volt, hogy más országba szerettek volna leigazolni, tulajdonképpen hogy az állampolgárságot vegyem föl, de meg se fordult volna a fejembe. Érezted valaha azt az érzést, hogy felemelő az, hogy te magyar vagy? Igen, én a mai napig úgy gondolom, hogy a magyar embernek büszkének kell arra lennie, hogy ő magyar. Viszont napjainkban azt tapasztalni Magyarországon, az óhazában, hogy nem igazából foglalkoznak mondjuk a nemzetöntöttől a fiatalok, nem érdekli őket az, hogy magyarok, tehát tisztelettel a kivételnek, hogy mit lehetne tenni, hogy ez egy kicsit erősödjön? Hát sajnos ez közre játszik abból adódóan, ami mondjuk a médiából árad, ami negatív dolgok vannak, az, hogy nem igazából azt kéne erősítenünk, ami szerintem ami magyar dolog. Tehát, hogy nem az, hogy más országoktól átvenni különböző szokásokat, dolgokat, hanem a saját szokásainkat, dolgainkat kéne erősíteni. Te a saját családodban ezt erősíted egyébként, ezt a úgymond magyar öntudatot? Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Én mindig mondom a gyerekeimnek, a férjem is, a szüleim is, tehát a nagyszülők is, hogy büszkék legyünk arra, hogy magyarok vagyunk. És zárásként napjainkban mivel foglalkozol? Otthon vagyok a gyerekekkel, és igazándiból velük foglalkozom, mert elég sok helyre kell vinni őket, mert különböző külön foglalkozások, edzések vannak, és